Sokszínű programokkal várta az ifjúsági és vakációs Biblia hét a gyermekeket július 2. hetében. A 16 éves hagyománnyal rendelkező Biblia hét célja, hogy közelebb hozza Isten igéjét mind az ifjúság, mind pedig a szülők felé. A diákok az ötnapos tábor minden napján más-más szabadidős tevékenységeken vehettek részt, ugyanis minden nap egy adott központi igazságra épült külön bibliai történettel, aranymondással, illetve énekekkel kiegészülve. Az idei évünknek a témája a Genezáreti tónál történt. Jézus életét vesszük végig, ami a Genezáreti tóhoz kapcsolódóan történt, és ezen keresztül mutatjuk be gyerekeknek az Isten igéjét, illetve azt, hogy nem vagyunk egyedül ezen a világon, hanem a mindenható Isten az, aki minket meg akar szabadítani, meg akar áldani, és a mi életünket ki akarja teljesíteni az ő céljai és akarata szerint. Ezen a héten elsősorban a vizek élő világát céloztuk meg, mint fókusz témát, így a környékünkön lévő halastavakat, csónakázótó, halastó, illetve a Bejtő Szemátoni kiépített halastó volt, ami megtekintésünknek a tárgya. A kirándulásokat mindenféleképpen kedvelik, és ehhez kapcsolódóan most a mai napra sűrítettük össze a hétnek azon eseményeit, amelyek kézműves alkotó tevékenységben nyilvánulhatnak meg. Ezek közül például halak készítése, horgászfelszerelés készítése, napi történetekhez kapcsolódó kézművesek elkészítése, és ezekkel való játékok. Kulturális programokként a zsinagógának a megtekintését tűztük ki. Ezenből nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a kosher zsidósággal is ismerkedjünk meg ezúttal, melyszen a mi úrunk Jézus Krisztus is zsidó származású volt, így nekünk is ezekkel a kulturális dolgokkal fontos, hogy tisztában legyünk. A hét összefoglalása péntekre esik, ilyenkor a templomba vonulunk át. Most egy nagyon szép jelképet szeretnénk ezzel kapcsolatban alkalmazni, hiszen fákjával szeretnénk átvonulni innen a templomba, és ott hetet összefoglalni. Nagyon fontos a fákja szimbóluma, hiszen az egy lélek szimbólum is, és ezt követve emlékeztet bennünket arra, hogy mielőttünk az Úr Jézus Krisztus jár, és ha őt követjük, mint ezt a fákjának a fényét, akkor sose fogunk eltévedni. Az ifjúság és vakációs Biblia héten idén 30 segítővel kiegészülve 44 és 18 év közötti gyermek vett részt, akiket többek között arról is kérdeztünk, mi volt a kedvenc programjuk a hét során. A horgászás, mint például Péter is horgászott, de nem fogott semmit, de Isten segített neki. Szeretem, amikor kirándultunk a Sáros tókerten, amikor körbe sétáltuk a tavat, és most is nagyon tetszik ez a kézműveskedés. Miért szerettél volna ebbe a táborba jönni? Mert tele van érdekességekkel, megismerkedhetünk másokkal is, mert tanulhatunk a Bibliáról. A gyerekek arról is beszéltek, jövőre újra szeretnének eljönni a Berettyóújfalui Református Egyházközség által szervezett táborba, hogy újabb érdekes történeteket hallhassanak. A jó hangulatnak, családias környezetnek és rengeteg programnak köszönhetően a gyerekek sok mindent megismerhettek abból az életből, amit Isten készített az emberek számára.